Önök kérték, hogy új, hagyományos tétel készítsek. Mivel most van asszisztensem, bemutatom a kislányomat. Sziasztok! És mindketten készítjük a töltött paprikát. A töltött paprika készítéséhez kell 500 g darált sertés és marha hús, 80 g rizs, 2 közepes fejhagyma, 2 tojás, só, édes nemes piros paprika és 8 közepes friss paprika. A hagymát finomra összevágjuk. Gyere kislányom, segíts! A rizst megmossuk. Mondtam már, a rizst megmossuk és jól lecsurgatjuk, mert gyorsan beszívja a vizet. Tökéletes! A hagymához is a rizshez adunk darált húst, tojásokat, ízlés szerint sót és borsót. De az asszisztensem miatt csípős fűszereket nem teszünk. Adunk hozzá édes piros paprikát. Alaposan összedolgozzuk. Imádok kislányommal főzni, nézni, hogy hogyan ügyesen dolgozik a kis kezei, és sételt igazán különlegessé teszi. És most a tölteléket állni hagyjuk. A friss megmosott paprikákat kicsumázzuk, az ereket és magokat eltávolítjuk, asszisztensnek adjuk ellenőrzésre, és végül a paprikákat megtöltjük. Hagyjuk helyet a rizsnek dagadni, és a szósznak bejutni. A megtöltött paprikákat egy lábosba fektetjük. Ha maradt töltelék, pingpong labdányi golyókat formázunk belőle, és beletesszük a paprikák közé. Majd vizet öntünk rá, megsózzuk, adunk babérlevét és borsot. Vigyázni kell, nehogy a főzéskor a paprikát széthasadjanak, amikor a rizs megdagad, és kb. 30-35 percig főzzük lefedve, amíg a paprika megpuhul. Most már szabad megforgatni, de óvatosan, nehogy kiszakítjuk a paprikákat. Hozzáöntünk paradicsomlét, látom, hogy valaki a főzés elején önti be. De én a szokásom szerint a főzés végén, mert a szósz savanykás lesz. Megpirítjuk a lisztet, eltávolítjuk a pirított lisztet égőről, és hozzáadunk piros paprikát, a paprika gyorsan megég és keserű ízű lesz. A töltött paprika kitűnően tűri a mély hűtést. Hogyha nem fogy el egy napon belül, vagy nagyobb mennyiséget készít, érdemes kisebb adagokban lefogyasztani. Hónapokig megőrzi jóságát. Fogyasztás előtt szobahőmérsékleten hagyjuk felengedni. Majd melegítés előtt a mártást erőteljesen átkeverjük. A félszáraz fehér bor töltött paprikához illik, de az asszisztensem miatt most kihagyom a boromat. Melegen tálaljuk. Tetszik ez finom? Finom. Ez nagyon finom, hús is puha. Kóstoljátok meg, jöjjt vágyat!